Egy évvel ezelőtt az Újhelyi Boszorka című regény bemutatóján ígérte meg Bakostó Tildikó, hogy folytatni fogja a történetet. Nos hát nem tétlenkedett. Szorgalmasan kutatott levéltárakban, könyvtárakban, tudományos lexikonokban, majd a saját képzeletében, hogy a tragikus sorsú Rebeka történetét feloldja. Így született meg a Tünde című második rész. Volt egy bizonyos alap már, ugye, mert aki elolvasta a Boszorkát, az ismeri az alaptörténetet, és volt egy olyan érzetem, amikor befejeztem a Boszorkát, hogy itt mindenképpen kell valami folytatás, mert annyira fájdalommal teli volt a befejezése Rebeka és Gyuri halálával annak a történetnek, hogy nekem mindig volt egy olyan kellemetlen hátsó érzetem, hogy ide kell kerekíteni egy olyan történetet, aminek szép vége van, és hogy úgy kisimul a harmónia, úgy minden a helyére kerül. A regényt a Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtárban mutatták be. Az írót és a művet Szamosvölgyi Péter polgármester méltatta. Arról beszélt, milyen sokat jelent számára az, hogy egy olyan történetet olvashat el, ami jól felépített, cselekménydús és ízig-vérig újhelyi. Van olyan pillanat, amikor én magam is azt gondolom, hogy ha fölmennék a zsolyomka fölé, akkor talán én is megtalálnám azt a tisztást, ahol a történet utolsó része játszódik, és egy kicsit kutakodnék a csirke bokrok mögött, talán még Rebekának, Tündének, az édesanyának és az édesapjának a rejtett lakását, házát is megtalálhatnám. A regény azonban nem csupán Újhelyben és környékén játszódik. Elkalandozhat az olvasó Erdélybe, de még Lélekországba is. A képzelet szülte szereplők mellett történelmi alakok is megjelennek, Bethlen Gábor, Brandenburgi Katalin és gróf Csáki István személyében. Az Újhelyi Boszorka történetét kedvelő olvasó most sem csalódik, hiszen szerelem, ármány, varázslat, sárkányok és lidércek teszik izgalmassá és fordulatossá az új regényt. A folytatás is körvonalazódik, de arról csak annyit tudtunk meg, hogy a mai Újhelyből indul, és a régmúltba nyúlik vissza.